Your attention, please. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. This train terminates here. Ettől a tér következik. Jaj, hát a tanár úr. Thank you. Üdvözlőjük utasainkat! Ez az M2-es metró az Őrsvezér felé. Árnyékba tette az én 42 évemet, amit a médiában dolgoztam, és ez nem volt ilyen szempontból szimpatikus nekem. Viszont meg kell mondjam, hogy azt a fajta publicitást végül is a mai generációk számára már csak az jelenti, hogy a metron szólalok meg. Úgyhogy ez hálásnak kell legyen. Bár mondjuk igazából nem vagyok a legbüszkébb erre, mert hogy nem ez a teljesítményem csúcsa az életem folyamán, de hát sokat köszönhetek neki, az nem vitás. I'm a language teacher and teacher trainer, and I also do proofreading work, and I write course materials for language teaching. Then occasionally I do some recordings, not only for BKK, but for a few other random organizations too. Kommunikációs főiskolán tanítottam a diákokat. Első alkalommal, amikor találkoztunk, akkor bemutatkoztam, hogy Szalóczi Pál vagyok. És mondtam, hogy hát a Magyar Rádiós Televízió 42 évig. A szovjet válogatott nyerte Montrealban a tornász világbajnokság női csapatversenyét. Hát úgy néztek. Aztán mondtam, hogy ettől a tér következik. Jaj, hát a tanár. Ez már egyfajta bemutatkozási módszer volt a mai generáció számára, úgyhogy ezzel is tudtam élni. It was 2012, and I was working then full-time at ELTE, at the university, in the language department, and a colleague of mine was teaching a student who was working maybe part-time for BKV or BKK, I'm not quite sure then what it was, and they wanted a British English speaker, female voice, without an accent, to do some recordings. Vak véletlen. Amikor ezt a utastájékoztató rendszert a MÁV kitalálta, akkor felhívták a rádiót. És én vettem fel a telefont. Ez volt az egyetlen, hogy mondjam, valós indok, mert hogy a rádióbemondókat keresték. És hát történetesen akkor a szobában, ami a mi pihenőszobánk volt, én voltam ott, és én vettem fel a kagylót. I'm in the studio every two or three weeks or so it's an ongoing thing. For me, I think it internationalizes the city. This train terminates here, which sounds terribly formal in British English, but that maybe is a word that would be more understandable. Amikor a nap 24 óráját végig kellett mondanom, akkor a nap 24 órájában a perceket is, tehát minden órában 60 percet végig kellett mondanom. 1 perckor, 2 perckor, 3 perckor, és így meg. Irtózatosan fárasztó munka volt, mert nem szabadott a hanglejtésen se változtatni. Gyakorlatilag egy ilyen monotonitás volt. When I came to Budapest, was Népköztársaság tér. And they've now changed that to Második János Pál pápa tér, which when I think about it, I can say, but that's quite a mouthful. I was really hoping that they might change it to Ferenc pápa. Mávon ugye már nekem az ország nagy részé megszűnt ez a munkám, mert női hangra váltottak. De Nyugat-Magyarországon még én vagyok a hang. És akkor innen kerültél át a metró hang szerepébe? A 2-es metró, ami az első metrónk volt, ugye, arra hívtak egyszer. Aztán múltak az évek, ez a hang elkopott, és akkor valaki más mondta a metró hangokat. És aztán jött az új BKB vezetés. Valaki azt mondta, hogy most újítsunk fel mindent. Engem választottak. Állítólag a közönség kívánságára, mert megszavaztották az utazó közönséget, és azt mondták, hogy szeretnék, ha élelik újra a hang, mert ezt annak idején megszokták. Ez jól esett, nem? Hát ez jól esett. I'm a Hungarian citizen. I had to do an exam in Hungarian. I speak to my mother-in-law in Hungarian. She doesn't speak English. I can cope with things I need to do. I can do in Hungarian. Mostanában már sűrűbben járok a metrón. Én most már ott tartok, hogy nem veszem észre, hogy én vagyok. A leggyakrabban elhangzó mondata az életemnek az, hogy kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Akárhol megjelenek és valahol szóba kerül az én hangom, a közönség mindig megkér, hogy jaj, mondjam már el nekik. Annyira unom már egy irodalmi est végén, amikor megtapsolnak, akkor képesek azt mondani, hogy nagyon szépek voltak a versek, de Szalóczi úr mondja már azt, hogy
hogy én már néha lisztketegséget kapok ettől a gondolattól, hogy tulajdonképpen ez a legnépszerűbb mondat, amit valaha használtam. One student came to class and said, I was on my way in this morning and I realized when I heard your voice I hadn't done my homework. Or another one said, oh, but I heard Rachel on the way home last night, so then I remembered to do my homework. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Életem második felébe szerettem bele a versekbe. Minden olyan dolgot, amivel az irodalmat tudom népszerűsíteni, nagyon szeretem. Ezért találtam ki a Hangoskönyv Színpad című vállalkozásomat, ami gyakorlatilag arról szól, hogy irodalmat viszek színpadra felolvasó színházi formában. Kevesen utazok a BKK-n, mert általában bringával megyek. Végigment az életemen 4 házasság, most a 4. vagyok, de rendben vagyok, és nagyon jó most ez az egész jelenlegi státusz, de hát ideig el kellett jutni. 2 fiam, 2 lányom, unokám is van már 3, ilyen szempontból a magánéletem most rendben van. Goodbye!